Május közepén nyertek forrást a tulajdonosok ennek az ófehértói vendégháznak a felújítására, így a nyári időszakban 3 hónap alatt valósították meg a közel 80 millió forintos beruházást. Ehhez 35 millió forintos európai uniós és hazai támogatást kaptak. A vendégházban 7 szobát és egy külön termet is kialakítottak. Az egész terület az 5 hektár maga területileg. Ez 3 épületből áll, van a főépület, amit most újítottunk föl, van azon kívül 2 másik épület, van egy, úgy mi úgy nevezzük, hogy borozó, ahol egy nagyon szép kemencénk van építve, de az is vendégfogadásra alkalmas, de inkább nyári szezonban. Azon kívül van egy nagy istálónk, van egy kőházunk, ahol szintén mindenféle vendégeket tudunk elszállásolni. Egy olyan 10-15 fő. Maga a főépület, az pedig 700 négyzetméter összealapterületünk. Az átadó ünnepségen Ófehértó polgármestere megköszönte a tulajdonosoknak, hogy itt helyben valósították meg ezt a beruházást, ami hozzájárul a turizmus fejlődéséhez. Sajnos turisztikai szempontból nem igazán állt eddig jó Ófehértó. Gyakorlatilag korábbi tervek valósultak meg ezzel, hiszen úgy gondoltuk, hogy akár a vallási turizmus, akár más irányi turizmus szempontjából Ófehértónak is nyitnia kellene. Itt van a közelségben az M3-as autópálya, 41-es főút, és azt gondolom, hogy a mai átadás ünnepséggel mégis ezen az úton is el tudunk, tehát a turisztika területen is el tudunk indulni. Azt gondolom, hogy ennek azért lesz folytatása. Reméljük, hogy minden olyan dolgot meg tudunk valósítani turisztikai szempontból, amit a település elképzelt. Az ófehértói vendégházban a szabadidős tevékenységekre nagy hangsúlyt fektetnek, jelenleg lovas programokat szerveznek, a későbbiekben kézműves tábort szeretnének indítani, de erdei iskolaként is üzemelhet a jövőben a szálláshely.